Tudatos szerepcsele történt április 1-e alkalmából az Erdélyi Magyar Televízióban. Egy bolondos ötlettől vezérelve szerkesztőink kamerát ragadtak, operatőreink riporternek álltak, a grafikusból pedig gyártásvezető lett. Itt éppen a kamerák használatát gyakorolják az Erdélyi Magyar Televízió híradójának szerkesztői. Olyan munkával ismerkednek, amit még soha nem végeztek. Szerkesztő riporterként eddig a kamerát a másik oldaláról ismerték. Most operatőr vágó lettem, tehát a képekkel kell nekem most foglalkozni, és ez kihívás elé állít engem, bármennyire is tudom azt, hogy melyik billentyű kombinációval lehet vágni, melyik billentyű kombinációval lehet gyorsítani, lassítani, hogy kell beállítani elméletileg a fehér egyensúlyt, meg vagyok győződve arról, hogy ez majd a terepen nem fog így működni. Edina ma a híradó egyik operatőre. Saját bőrén tapasztalhatja a képalkotás örömét, nehézségét, a szakma kihívásait. Egy hét felkészülési idő kevésnek bizonyult a szakmai magabiztosság megszerzéséhez. Az egyik nehézség ebben a szakmában, tehát operatőrként, az, hogy mindenképp résen kell lenni, gyorsan kell forgatni, gyorsan kell beállítani a kamerát, ami nekem nehézség volt, mivel a kamera egyensúlybe kell állítani az állványt, a fényeket, és ez nekem kevés idő alatt elég nehezen megy és lassan. Operatőr kollégáink sem úszták meg az áprilisi tréfás szerepcserét. Hírtémákat kerestek, interjúkat szerveztek, időpontokat egyeztettek. Mikrofonnal a kézben a terepen is kipróbálták riporteri képességeiket. Szerkesztő riporterként helytállni igazi kihívás volt. Az a legnehezebb, amikor a témát ki kell válasszuk, és ezek után az, hogy megszervezzük az aznapi forgatást, és persze, ha nem sikerül ez a forgatás, akkor abból, ami van abban az anyagból, mégis egy egész anyagot fabrikáljuk. A szerepcsele révén egyébként megpróbáltunk belelátni a mellettünk dolgozó kollégánk munkájának szépségébe, változatosságába, olykor nehézségeibe. Munkatársaink azt mondják, a kihívás elérte célját. Mától ugyanis már más szemmel értékelhetjük azt a munkát, amelyet a mellettünk ülő kollégánk végez.